Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hát én azt hittem, hogy nagyjából mindent láttam, ami az emberi nyomorúságról szól. Aztán Ferenc pápa überelt mindent, meghívott Rómába szeptember elején, hogy vegyek részt az utcán élő emberek lelkipásztori gondozásáról szóló, hát ilyen vatikáni belső gyűlésen. És igazából, vagy 60-70 ilyen magamfajta mezei hétköznapi munkást hívtak meg, tehát nem voltak ilyen püspökök, vagy ilyen nagy emberek, papok, szerzetesek, világiak, akik az egyház nevében itt-ott szociális dolgokat próbálnak menedzselni. Hát, hogy őszinte legyek, az elején egy nagy beszéddel készültem én is, és nem mertem megszólalni. Mert ugye Latin Amerikától elkezdve Spanyolországig, de hogy mondjam, Afrikának különféle országaiból, Ázsián keresztül a Csendes-óceáni szigetektől sok felőről jöttek emberek, és olyan dolgot meséltek, hogy bennem megállt a levegő. Tehát ugye én tudom azt, önök is tudják, hogy, vagy mindannyian tudjuk, hogy 7 milliárd ember, ez nagyon nagy szám, és mitten Kárpát-medencében élünk, vagy 15 ezeren, vagy 15 millió, vagy 20 millió a maximum, itt a környéket is beszámolva. És nagyjából erről szól a mi életünk. Hát de vannak olyan városok a világon, ahol többen élnek egy városban, mint mit összesen. Hát ami... Ugye ezek az emberek szociális téren vannak elkötelezve, és például az afrikai hölgy azzal kezdte beszédét, azt mondja, hogy egy olyan földrészről jövök, ahol többen élnek az utcán, mint Európában összesen házba és mindenütt. És ugye elkezdték mesélni, hogy Latin Amerikában, hogy néz ki, hogy mennyi nyomor negyed van, hogy mik történnek szanaszét, hogy adják, veszik az embereket, hogy igen, az egyik kedves nővér azt mondja, értsük meg, hogy ott ugye, Kongós azokon a területeken a gyerekek után hát csak a terroristák nyújtsák ki a kezüket, és azt mondják, gyere fiú, itt ez a Kalasnyikov harcol, és akkor neked is lesz. Hogy mondjam? Azt mondják, hogy hát több mint 200 millió gyereknek szeptemberben nem szólalt meg a csengő, nem járnak ők iskolába, tehát nem, nincs is esélyük rá. Az indiai, tehát a méreteket, az indiai papbács, egy ferences atya azt mondja, hogy hát ő körülbelül 50 ezer szerzetes van csak ott Indiában, Bombaybe. Hogy mondjam, van vagy 140 valamennyi provinciájuk, nem tudom hány tízezer iskolájuk. És akkor elmondja, hogy hát Bombaybe naponta 300 ilyen több generációs család költözik be minden egyes áldott nap, mert ugye kiszárad, tehát itt mi is érezzük, hogy ezért valamivel nem szokott ilyen meleg lenni szeptemberben. Tehát ez a globális felmelegedés azt jelenti, hogy eltűnik a víz a földből, patak elszárad, és rizset nem lehet termelni. És az emberek beköltöznek, 18-19 millió ember él ott abban a nagyvárosban, 70 ezer utcagyerekkel. Egyszerűen, hogy mondjam, nem tudják megoldani. Egy pakisztáni papbácsi mondta, hogy hát, hogy a méretekről, hogy legyen fogalmunk, tehát hogy azt mondja, hogy ottan több mint 200 millió ember él, és akkor 47%-a a lakosságnak nem töltötte be még a 15 évet. 14 év ott a felső, az már felnőttnek számít. Tehát közel 100 millió gyerek, csak egyetlen országban, nem? Tehát amikor a menekültekről és erről-arról beszélünk, akkor az jó tudni, hogy mi van a nagyvilágban. Ezek a gyerekek, hát... Mitől, hogy lesznek utcagyerekek? Ugyanúgy, mint Erdélyben, hogy férfiak elmennek dolgozni, gyárakba, ide-oda háborúzni, nem tudom, vagy nem jönnek haza, vagy hazajönnek. Az asszonyoknak ott általában 8-10 gyerekük könnyen van, és akkor nem tudja fenntartani a családját. Amúgy is ott a gyerekek hamarabb leszakadnak a családról, bandákba szerveződnek, bolyongnak. Tehát, és mutatta a képeket, tehát így ment egymás után a film, és... Én azon gondolkoztam, hogy lehet Európa ilyen vak, vagy hogy mondjam, hogy hát egy földgolyón élünk, testvérek vagyunk mindannyian. Hát az Isten ugye egy nagy tortát teremtett, és azt mondja, hogy osszátok el 7 milliárd felé. Hát
Most ugye sokszor mi erdélyi magyarok, vagy itt magyarországiak, és úgy érezzük, hogy milyen rossz nekünk, de mi abban az 5%-ban vagyunk, tehát az emberiség 95%-a rosszabbul él, mint itt bármelyikünk. 95%. 100-ból 5 ember, az elsődben benne vagy te, és én is, és mindannyian. Mostan menekültek. Egyik kedves nővér mutatta, mondta, hogy iskolába tanít, és aztán mutatta persze az iskolákat, és ahol tanulnak, nagyon jó pofa volt, megyedő az igazgatónének volt, cipője, többi, mint mezitláv volt, és mit tudom én, hogy mondjam, földön üdögéltek, és mondja, ennek ellenére, ha hiszem, hanem ott is mindenkinek van mobiltelefonja, mert hogy mondjam, Erdélyben is a legeldugottabb cigányputriban is ott a parabola, mert igény van rá, nem? Na, és hogy mondjam, hát azt mondja, hogy hát mutatták a gyerekek, hogy az egyik társuk eljött Ausztriába, hát szerencsésen megérkezett, küldi haza a Facebookon az üzeneteit, hát hogy naponta, ugye Ausztria a világ 7. leggazdagabb állama, hogy 150 eurót adnak minden egyes napra egy gyerekre, nem adják a kezébe, de ebből hát élelmet, ruhát, mindent adnak neki. A gyerek lefényképezi a vacsoráját, a ruháját, a cipőjét, az ágyát, stb., és elküldi haza. Hát a barátainak, hát mi ne osztaná meg, nem? És akkor ezek mondják, kedves nővér, hát mi miért nem menjünk oda? Na, szóval ezt azért látom fontosnak, hogy igen, tehát az a félelem, ami bennünk van, hogy mi lesz a holnappal, meg van alapozva. Én, hogy őszinte legyek, én nem hiszek abba, hogy lenne egy ilyen globális háború. Én azért, akármilyen lököttek a politikusaink, én azért bízok abba, hogy csak megkapják a megoldást, hogy ne legyen háború. De ott Rómában többen is arról beszéltek, egy globális forradalom. Ugye, hát forradalom, mit értünk ez alatt? Ugye, hát az történt például ugye a francia forradalomkor, hogy hát elindult a tömeg, és Napkirály nagyon hatalmas volt, és rengeteg katonája volt, de egy adott pillanatban mindent elmosott az ár. Vagy hát ugye akkor, vagy 30 ezer papot, szerzetest is megöltek, úgyhogy, na, hogy mondjam, tehát nem csak a Napkirályt fejezték le, hanem rengeteg vér folyt akkor. Vagy 17-ben, ugye nem is olyan rég, még nincs 100 évese, Oroszországban 18 millió katonája volt a cár úrnak. És hogy mondjam, hónapok alatt mindent elmosott a forradalom, nem? Csak püspökből több mint 4000-et öltek meg, hát ortodox püspökökből. Én nem hiszem, azok az emberek, azok a püspökök, meg a többiek rosszabbak lettek volna, mint a maiak. De volt egy társadalmi igazságtalanság, egy hatalmas igazságtalanság, hogy egyeseknek nagyon jól ment, és másoknak nagyon rosszul. És egyszerűen ugye Petőfi nagyon szépen megírta, hogy bár fölül a gályos, alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Igen. Adná az Isten, hogy ne így legyen. Na most persze, mi nem egy olyan vonatba ülünk, vagy egy autóba, aminek nincs kormánya. Én hiszem, hogy igenis, kezünkben van a jövő. Én Rómából annak ellenére, hogy sok rosszat láttam, hallottam, örömmel jöttem haza. Mert igazából minden egyes pap, szerzetes, világi arról beszélt, hogy az ott élő emberek is Isten gyermekei. Isten selejtet nem teremtett, lehet az fehér, fekete, zöld, bármilyen színű, az mind Isten remek műve. Tehát olyan jó volt hallani, és elmondta, hogy Kolumbiában, hogy droggal foglalkozó gyerekekkel, milyen szépek azok a gyerekek, és mennyire nagyszerű dolog van benne, és őket is meg ki lehet abból vonni, vagy ugye másik kedves nővére elmesélte, hogy Indonéziában ott azon a vidéken, hát hogy mondjam, Óceánia, az ember úgy félfüllel hallja, hogy van szexturizmus. Hát de amikor ezek beszámoltak, akkor a számokat mondtak, az embernek haja égnek állt. Hogy Fuji szigetén mai napig lehet gyermekpornót forgatni, teljesen senkit nem zavar. Tehát, na, bejelented a cégedet és csinálod. Félelmetes. Na és
Mert ezek az emberek is azt mondták, hogy ezek az utcanők emberből vannak, lelkük van, és fogékonyak a jóra, és meg lehet őket, hogy mondjam, szólítani, és tényleg párbeszédet lehet velük folytatni, és el lehet vezetni oda, hogy értelmes, nyugodt, csendes életet éljen. Tehát, hogy nem vadállatok között élünk. Tehát, ahogy téged megszólít lelked mélyén az Isten, és indít jóra, szépre, ugyanúgy mind a 7 milliárd ember megvan a lelki GPS-e, hogy mondjam úgy. Tehát ez amiben hihetünk, bízhatunk, hogy nem más állatfajta az a színes bőrű, vagy akármilyen ember, ugyanolyan ember, mint mi. Hogy mit lehet csinálni? Ugye én őszinte legyek, nagyon leültem, és félrevonultam, és hát végül is ugye van precedens. Nem tudom, mennyire ismerős Flüi Szent Miklós életem. Svájc védőszentje, ugye Magyarország védőszentje, Szent István király, Svájc. Hát hogy mondjam, azt tudjuk jó, hogy elég erős a svájci frank, meg a bicska is jól vág, a svájci bicska, meg minden. Na de én elmentem ezzel Flüi Miklósnak a szülőföldjére. Ugye mitől lett ő Svájc védőszentje? 1417-ben született, és akkor nagy fiatalon őt is elvitték egy polgárháborúba, 4 évig ott próbáltak, hát hogy mondjam, osztották, szorozták az életet, na utána leszerelt, megnősült, szépen dolgozott, mai napig megvan az a ház, ahol született, megvan az a ház, ahol élt a feleségével, 10 gyereke lett. Hogy mondjam, nagyon szép, megválasztották bíróvá ott azon a vidéken, tehát ilyen 1400-as években vagyunk, de funkciója volt, és szépen élt, és akkor 46 éves volt, talán újból polgárháború lett, akkor már, hogy mondjam, talán hitt abba, hogy talán erővel, erőszakkal eredményt lehet elérni, és ő is elment, és részt vett, és aztán hazajött, és akkor 50 éves korában született a 10. gyereke. És hát ugye megint csak jött ez a kantonok közti csíj, puhi, adok, kapok, és ami nagyon szép, vagy csodálatra méltó, az ember hitte azt, hogy van megoldás. Hogy nem létezik az, hogy Isten az emberiséget bevinni egy vakvágányra, egy zsákutcába, és ottan csak egymást kiírthatnánk. És feleségével megbeszélte. Felesége vart az ő remete ruháját, és kiment az erdőbe. Szépen. Persze a barátai, a szomszédai azt gondolták, ez valami katonaszökevény, vagy nem tudom micsoda, és meglesték, hogy mi is történik. És az reggeltől estig imádkozott, sétált, elmélkedett, nem tudom miféle, és annyira meg tudta győzni a környezetét is, hogy a kis remete lakja mellé építettek egy kápolnát még életében. 19 évig volt ott, és akkor a tekintélyre tett szert, hogy az emberek messziről megkeresték. Mindenféle kérdésbe tanácsot kértek. Az 1480-as években, hát akkor volt talán a legfeszültebb ez a polgárháborús viszony, hát elment, és ezekkel a politikusokkal is beszélt. És az ő tanácsai, ötletei alapján alakult ki ez a kényes egyensúly, ami hát több mint 500 éve működik ugye Svájcban, ahol tényleg ezek az emberek valamilyen szinten békébe élnek. 26 kanton és 500 év alatt egyet se integráltak, ugye, mert nekem mindig az az érzés, amikor engem integrálni akarnak, hogy adjam fel az én identitásomat. Tehát ott megmaradt mind a 26, és hogy mondjam, tehát nem háborúznak maguk között, és kifelé is, és képzeljük el, hogy azért, mikor lássuk, hogy milyen szép az a Svájc, azért az is benne van, hogy ők valahogy megsporolták az első világháborút, a másodikat, de a 30 éves háborút, meg egy csomó mindent. Tehát, hogy tudjuk jól, hogy mi magyarok, tehát az első világháborúban 650 ezer katona halt meg, a másodikban közel 300, vagy talán annál is, csak katona, fegyverrel a fronton kint, nem civilek. 1 millió ember, nem? Hát milyen más lenne ez a Kárpát-medence, ha ezt meg tudtuk volna sporolni, igaz? És akkor én elmentem ez a Flüi Miklóshoz, egy kicsit üljek le ottan a
megvan az ő remettessége, meg minden, hogy hogy is működik ez. Ez az ember elment a csendbe is, és én azt gondolom, hogy igen, nagy kérdés az, hogy én hiszem-e azt, hogy Isten, aki megajándékozott engem egy füllel, vajon neki van-e, meghallja-e az én kéréseimet, kérdéseimet? Az Isten, aki ez én adott nekem nyelvet, szát, amivel szólhatok, vajon ő tud-e szólni értelmesen, tud-e választ adni a kérdéseimre? Flüi Miklós hitte ezt, és elment. Tehát, hogy nem ő próbált békét közvetíteni az emberek között, hanem hát azt az isteni békét próbálta megtapasztalni, ami erőt ad, és ezt próbálta tovább vinni az emberek felé. És eredményesen. Tehát mai napig az ő szülőföldjén nemzeti kegyhely, az ő szülőhelye, tehát rengetegen jöttek, mentek zarándokolni. Aki csendre, békére vágyik, annak ajánlom. Svájciak olyan szépen, meg nem aszfaltoztak ott le mindent, meg nem tudom, nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Tehát ugye kimentünk ott egy pár temetőbe, olyan jó volt látni, hogy hogy mondjam, szinte minden negyedik, ötödik síron olyan nagyon szépek a kis síremlékek, ott van az ő kis szobra, domborműve, szimbólumai fellelhetők. Tehát mai napig az emberek hiszik azt, hogy igen, ez az ember valamit kiimádkozott, valamit megbeszélt az Istennel, valamit tudott, mint Mózes ott a szikláknál, tudott közvetíteni. Ugye ott van az amerikai, vagy francia, román modell, ahol az a lényeg, hogy mindenkit beolvasztani. Hál' Istennek Svájcban nem beolvasztani akarják, hanem ott a jelző az, hogy egy mindenki, és mindenki egyé. Mert hogy őszinte legyek ezzel a menekült ügyel, azt hiszem mindannyiunknak ugyanaz a félelme van, két érzés. Egyfelől szeretnénk segíteni, másfelől féltjük a saját identitásunkat. Hát miért féltenénk? És mind a kettő jogos. És ezért olyan nehéz itt mostan dönteni. De Svájc valahol ezt tudta megtalálni, hogy segítenek is egymáson, de mégis mindenki meg tudja őrizni az identitását. És igazából ez a nagy Európa, ha lehetne egy Svájc, milyen jó lenne. Csak egyel több állam van. Ott a 26 ugye mindenkinek külön alkotmánya van, mindenkinek külön parlamentje van. Milyen jó lenne ez, az Európa meg tudná ezt tanulni, ezt a modellt. És hogy van az, hogy Isten tényleg szólhat hozzánk? Ez egy nagy kérdés. Hiszem-e az, hogy az élő Isten szólhat hozzánk? Elhoztam egy könyvet Antal atyának, a könyvei. 97 éves az az atya. Képzeljék el, hogy karácsony, az óév napján mondom, atya, na én hálát fogok adni, te miért fogsz ma este Tedeumot énekelni? Csak az atya rám nézett, és azt mondja, hát Csaba testvér, az van, hogy hát, hogy mondjam, karácsonkor gyóntam, minden jó keresztény, ugye, hát kap egy elégtételt a gyónáskor. Hát ő neki azt mondták, hogy mondja el a Tedeumot. Hát a hálaadó éneket. Azt mondja, leültem az ágyba, és gondolkoztam, hogy hát nem hallok, hát nem látok. Tényleg. Tehát egyik szemére egyáltalán nem lát. Fülhallgató nélkül semmit nem hall. Azt mondja, ezelőtt két éve eltörött a lábam, nem tudok járni. Hát most hogy mondjam, mit tedeumoljak én, minek örvendezzek én itten a halál küszöbén? Azt mondja, de mégis az, hát ez az előírás, egye meg a fene, elvégeztem. És azt mondják, utána leraktam a könyvet, és úgy hátradőltem, és matattam az ágyamba, és kezembe került egy képeslap, és nézem, és a kis Jézus volt rajta. És azt mondja, hát nem járt a száj, de mégis hallottam. Azt mondja, megkérdezte tőlem, te Tóni, te tényleg? Tehát én karácsonkor 2000 évvel ezelőtt bíztam bennetek, én mertem az életemet a kezetekbe rakni. Te bízol-e bennem? És azt mondja, néztem, akkora öröm töltött el a szívemet. Hogy mondjam, nem kellett az, hogy a könyv nekem, hangosan a torkomon kifélt, elénekeltem én a Tedeumot. Ez a kis történetet mi mondom el? Semmi nem változott. Másnap ugyanolyan süket volt az atya. Tehát nem volt valami csodás, mit tudom, hallásjavító terápia Jóisten részéről, a lába se lett egyenesebb, semmivel se lett jobb, de ott belülről valaki valamit mondott neki,
amitől minden átalakul, amitől mindennek más értelme és színe van. Hát igen, ha Isten 2000 évvel ezelőtt tényleg ránk merte bízni magát, akkor vajon én akár 97 évesen is, vagy 26 évesen merem-e a jó Istenre bízni magamot? A keresztény ember hiszi azt, hogy én nem egy lakatlan sziget, hogy az ő szívébe, az ő teste templomába ott van a Szent Háromság. És hiszi azt, hogy a lelkiismerete által párbeszédet kezdhet vele. És az is igaz, hogy ezek az isteni belső indítatások, szavak, amit ha az ember csendbe visszavonul, olyan mélységekbe tudják elvezetni, olyan világosságot tudnak adni, ami, hogy mondjam, átrajzol mindent. Én hiszem, hogy az emberek nem rosszak, csak egy kicsit nagy sietségbe, sötétbe bolyonganak. Tehát, hogy egy szobában nincs fény, és én nekimegyek egy szekrénynek, és jól beverem magamot, talán fel is borítom, összetöröm, nem rosszaságból csináltam, hanem nem láttam, nem? És ugye mondjuk, hogy megvilágosodás. Hát a megvilágosodásnak pont ez a lényege, hogy világos, hogy itt van egy szekrény, kikerülöm, milyen egyszerű, nem? Meglátom az összefüggéseket, az értelmét, a célt. És azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi kicsit imádkozzunk, elcsendesedjünk, válaszokat keressünk. És én hiszem, hogy ahogy 500 évvel ezelőtt Flüy Szent Miklósnak útat tudott mutatni az Isten, a 21. század emberének is tud. Flüy Szent Miklós 1467. október 16-án mondott köszönetet a feleségének, s ment el az erdőbe. Hát én nagy szeretettel mindenkit meghívok, hogy október 16-án 2015-ben kezdjünk el egy ilyen kilencedet. Én úgy gondoltam, minden egyes nap felraknám a Facebookra és az internetre is egy kis részt Flüy Szent Miklós életéből, írnák hozzá egy kis elmélkedést, és a végére odaírnák egy könyörgést, elmondanánk a mi atyánkot, üdvözlégy Máriát. Mindszenti herceg primás mondta, hogy ha lesz 1 millió magyar, aki együtt imádkozik, hát akkor lesz jövőnk. Hát én hozzatenném azt is, hogyha lenne 10 millió ember aki világon, aki imádkozik, talán jobb világ lenne. Én ezt a felszólítást elküldtem Antal püspöknek Ukrajnába, ő lefordította ukránra, de németre, angolra, és úgy gondoltam, felraknánk nagyon sok nyelvre. Én elküldöm ezeknek, akikkel én Rómában együtt voltam, ezeknek a papoknak, meg embereknek, mindegyik, hogy ott, ahol élnek, Indiába, vagy mit tudom, Kambodzsába, vagy mindenütt, hogy imádkozzunk együtt. Hát, ha az egész világból lehetne egy kis Svájcot csinálni, ahol békében, szeretetben, jó testvérekként együtt tudunk élni. Én hiszem, hogy van megoldás. Egy püspök úrral beszéltem a napokban, és mondtam, hogy most annyi templomot kiaranyoztunk, meg annyi mindent csináltunk. Milyen lenne, hogyha ugye, komolyan vennénk azt, amit Jézus mondott, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Egy kedves nővér azt mondta, értsétek meg, ha ti nem jöztök el ide Afrikába, hogy iskolát hozzatok ezeknek a gyerekeknek, és megtanítsátok őket a jóra, a szépre, a szeretetre, akkor ezek a fiatalok el fognak menni Európába, és ők fognak megtanítani a gyűlöletre, az erőszakra, a durvasságra. És én azt gondolom, ezt nagyon komolyan kéne vegyük. Én azt javasoltam, hogy milyen lenne itt Pesten is, mennyi tanítóképző van. Csináljunk valahol egy kollégiumot, és harmadik világból hívjunk fiatalokat, olyanokat, akik tanítóképzőt szeretnének odahaza a szülőföldjükön szervezni. És olyan tanítóképzőt, ami a legkisebbeknek szól. Tehát én Erdélyben azt tapasztaltam meg, hogy ezek a gyerekek, befogadjuk az utcáról, megfürdetjük, ölbe vesszük, feldobjuk kétszer, háromszor, és mosolyogva elkezdenek tanulni és tovább menni. Kollégáimnak hát egy nagy százaléka, több mint 50 olyan munkatársam van, aki nálunk végzett. És olyan gyerekek kerültek be hozzánk, akik az utcáról, az erdőből szanaszét jöttek, és nevelhetők, formálhatók. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy ha nagy lelkűen tudnánk beemelni 10-et, 50-et, mennyit lelkünk, zsebünk megbír ilyen fiatalt, és elmondani Európában hány helyt van tanítóképző.
És akkor azt mondanánk, hogy jó van, na hát most mit tudom, Magyarország, csinál egy missziós központot, mit tudom, Indiába, vagy Afrikába, valahol, és akkor oda időt, energiát fektetünk be, hogy tényleg ők saját magukat szedjék össze az iskolából, össze az utcáról. Hát sokkal jobb békébe, szeretetbe élni, jó testvérekként, mint gyűlöletbe. Tehát én lehet, hogy naivságnak tűnik, amit mondok, de nem hiszem, hogy lenne más út. Én 20 évvel ezelőtt Erdélyben is azt mondtam, hogy menjünk el minden nyomornegyedbe, és minden gyereket szólítsunk meg. Hát nem értünk volna a dolog végére, kinyílt a hatás, több mint 5 millió ember átjött Európába, de ennek ellenére, hál' Istennek, Romániában nincsenek polgárháborús helyzetek. Tehát a szociális krízist több mint 5000 gyereket fogadtunk be, ezért ez óriási szám, és azt hiszem a példánkra még nagyon sokan mások is dolgoztak. Tehát hogy mondjam, valamit meg lehet oldani az emberi kis erőfeszítéssel is. És ne azt mondjuk, hogy kicsik vagyunk, mert mindenki csak egy embernek kéne megfogja a kezét. Megossza szeretettel, jósággal az életét. Én meg vagyok győződve, hogy olyan szép a nagyvilág. Mi kéne mindenki Európába jöjjön. Én azt gondolom, ott kéne segítsük őket, hogy békébe éljünk. És azért is bíztatnálak én titeket, hogy ebbe a kilencedbe kapcsolódjunk be. Én úgy szeretném, hogy szépen jelenjen meg, hogy milyen sokan imádkozunk, hogy a politikai, hogy mondjam, döntéshozók is lássák azt, hogy hát itt komoly erőfeszítés van arra, hogy ők a párbeszéd útján oldják meg a problémákat, s ne erőszakkal is, ne durvasággal. Van remény? Nem tudom. Hát innen Európában nézve én így látom. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy Hesna, hogy mondjuk, hogy többször járt, mit tudom, Ázsiába, itt-ott, hogy hát ő ezt hogy látja, vagy...